Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, jöjjön egy kis Code 4 Remastered P90 bemutató. Nos, ez az a fegyver, amit minden Code 4-es annó elküldött uva anyába mindenkit, aki ezt a fegyvert használta. Miért? Mert ez a fegyver annyira OP volt, és annyira precíz, és annyira pontos, hogy tak mindegy, hogy lőttél vele, az biztos, hogy nyerő szituációban jöttél ki vele. Úgyhogy a P90 el lett nevezve egy noob fegyvernek. Nos, ez volt leginkább ö, a sima COD 4 ben és hardcore módozatban. A hardcore módozatban a P91 Beast volt. Az az igazság az, hogy nem hardcore de te simában is egy eléggé Beast fegyver volt. Nos, ahogy ez szokott lenni, amúgy azt elárulom nektek, hogy a P90 volt, vagyis a Kod 4, az első, a sima négy 4 volt az első olyan generációs Call of Duty, amiben behozták az úgynevezett noob fegyvereket, P90, hogy a feltörekvő játékosokat is, akik most tanulják a játékot, se kisegítsék gyakorlatilag. Tehát P90 az egy olyan fegyver, ami arra szolgál, hogy a kicsit bénábacska játékosok is uh, sikerélményre találjanak. Mondhatni így. Na, de ahogy ez ilyenkor lenni szokott, uh, egy jó játékos is ezzel a fegyverre kezdem mászkálni, és az katasztrófához vezeti pályán, ugyebár. Nos, uh, hogyan használják a P90-et 4 ben illetve Code 4 Remastered-ben? Mi a tip? Ugye, ha nagyon egyszerűen akarod fogni, akkor fogod, adsz neki egy ö, stopping power-t, azt rávered a képernyőre, mert te vagy a pro. Na de viszont, hogyha egy kicsit trükközni akarsz a P90-nel, mivel hogy ez egy erős fegyver közel és középtávon, nagyon erős fegyver, nagyon szórja golyókat, és van neki tárja bőven, és megfelelően sebez bőven, és most itt jön a trükk, ha bár utálom kimondani, <laughs> hogy szinte legyek, de két úton indulhatsz el vele. Az egyik út, illetve nem, tudjátok, elég sok úton indulhatsz el a p 90 en mert nagyon változatos játékra ad lehetőséget, perkek szempontjából. Tehát abban kiegyeztetünk, hogy mindegy, hogy hogy haladsz a P90-nel, odamész, ledorálja, megcsinálja helyetted, és a nagyon egyszerű akarod fogni, stopping power el van intézve. Na de hogyha változtatni akarsz egy kicsit a játék stílusodon, trükködön, akkor, akkor esetleg fontolóra vehetnéd ezt az összeállítást is. P90 hangtompító, mert kurvidegesítő hangja. Azért. Na, amúgy hangtompítót rárakod, az nem befolyásol szinte semmit. Egy kicsit a ranger a távolságon befolyásol, de közép-közép és közeltávon halálos lesz. Nem egy overgroundon kell használni a P90-et, ugye, hanem egy egy, egy blokk, egy, block, egy uh, shipment, egy uh, crossfire, crossfire nagyon hasznos, nem mindegy. És egy ilyen helyeken érte, egy csomó pályán használható, de kicsit közel, közép- és közeltávú uh, lehetőségek vannak lövése. Hangtópító föl, bunkó és köcsög dolog, u of Jammer föl, és a harmadik perknek pedig Deep Impact. Az első perknek berakadsz akármit, de bandoliért ö, ajánlok neked, mert mindegy. Igazából azért, mert berakodsz három gránátot, vagy flash vagy bármit, de annyira nem fogod kihasználni a P90-nel, mert törekszel arra, hogy közel kerülj az ellenfélhez, nem pedig az, hogy távolról röved utána dobsz egy gránátot, stb. Tehát legyen bandulér, legyen extra lőszered, legyen amivel uh, lősz. Érted? Az a, a, az a, lényeg. Ezért beraksz egy UAV Jammert, hangtompító és a harmadik perknek Deep Impact-et. Miért mondom a Deep Impact-et? Azért, mert eleve nagyon jó nózumban no a fegyver, tehát nem kell -e egy steady vagy valami bármi más, egy deep impactet beraksz, hogy falon keresztül is tud sebezni. Rengeteg a fal a Call of Duty uh, játékban, és Call of Duty-ban, illetve a Codney masterben főleg, és ez a kritikus pont, mivel hogy most nem használsz a stopping power-t, a golyók természetesen nem ölnek olyan gyorsan, tehát az ellenfelednek esetleg uh, előfordulhat, hogy van ideje reagálni és befutni egy fal mögé. Na de a Deep Impact perkel felszerelkezve fal mögött is, ha szerencséd van, lehet ott követni, fal mögött is be fogja adni neked a kélt. Ezért szeretem a Deep Impact-et, sokszor ez Teddy én helyett egy olyan fegyveren, aminek alapjáraton jó a nózum no faktora. Szóval ott vagyunk, hogy um, Hangtonpito hangtompító, uh, of Deep Impact halálos. Tehát tényleg lehet vele zúzni, halálos. A következő összeállítás másodlagos percnek, szintén utálom kimondani, de ugyanúgy a hangtompító maradjon, és a Miért? Mert közé és középtávon szembe találkoz egy OK-val, akkor ott véged van. Tehát pékére, hogy oda egy OK deep impact az ellenfél kezébe, P90-es hangtompítós, nem deep impact felszerelt... Fegyvere, az alkáls az, az OK, az halálos tud lenni, hiába tüzel gyorsan a deep impact. Nos, azt mondom, hogy akkor egy kis Jaggernaut, deep impact ugyanúgy a harmadik perkbe, első perkbe Bandolier, és már is zúzhatod neki. Hogyha stimulálni akarod a magadat egy gyorsabb játék felé, akkor, tehát ugye az, az agyadnak egy ilyen placebot bekapcsoljon, hogy stimuláljon, hogy pörgesd magadat, akkor a másodlagos perknek tehetsz még fast hand -e, vagy bocs, slate of hand, slate of, úgy hívják, igen, slate of hand-et berakhatod, tehát, hogy gyorsabban tározzon, és az, a kodnévé -e az egyen egy szerepe van, azon kívül, hogy gyorsabban, kicsit gyorsabban reagál, ugye a karaktered, azon kívül pedig stimulál, és hogy egy kicsit gyorsabb ütemet vegyél fel a játékkal, és a p 90 jó, hogyha ezt eljátszod. Srácok, Rövid, gyors tip P90-ről ti hogy használjátok a tiéteket? Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ugorjatok egy Facebookra, iratkozzatok föl. Tudjátok! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!